Ebédet szállított a polgármester és az országgyűlési képviselő. Folyamatosan fejlődik a könyvtár honlapja. Bemutatkozott a Sparing Ökölvívó Sportegyesület. Köszöntöm nézőinket! Ma is elhoztuk Önöknek városunk legfontosabb híreit itt a Dunaújváros Televízió híradójában. Önkéntesnek állt Pintér Tamás polgármester és Káló Gergely országgyűlési képviselő április 3-án. Közösen szállítottak meleg ebédet néhány 70 év feletti dunaújvárosinak. A polgármester hangsúlyozta, a meleg étkezés mellett a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban is segítik az idős lakosokat, hiszen ők azok, akiket a leginkább fenyeget a vírus, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy otthon tudjanak maradni. Önkéntes akció keretein belül három helyre szállított ki ételt Pintér Tamás, Dunaújváros megyei jogú város polgármestere és Kálló Gergely országgyűlési képviselő. A járványügyi helyzetben fontos a közösségi szerepvállalás, különösen az idősek, mozgáskorlátozottak és az egyedül élők támogatása, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek. Sokan tesznek eleget az önkormányzat kérésének, miszerint aki teheti, maradjon otthon. Nagyon kedvesen fogadtak minket, látszik, hogy megértették azt, hogy otthon kell maradni, otthon kell maradniuk, és mindenkinek ezt javasoljuk a továbbiakban is, hogy maradjanak otthon. Ezt megértették a nyugdíjasok, megértették az idősek, aminek nagyon örülünk, és remélem, hogy minél többen fognak csatlakozni ehhez a mozgalomhoz, úgymond, ami eddig el nem múlik ez a rossz időszak, és önkéntesek fogják segíteni az ő létüket, az, hogy komfortosabb legyen az ő mindennapjaik. Pintér Tamás polgármester szerint kiemelten fontos segítséget nyújtani azoknak az időseknek, akik felépítették városunkat. Nagyon örültek neki, hogy mi vittük ki az ételt számukra. Kis beszélgetésre azért szántunk időt, természetesen a megfelelő távolság betartásával. Érdeklődtünk az egészségükről, érdeklődtünk arról, hogy bírják a karantén helyzetet. Én azt mondom, hogy ezek az emberek is bizakodóak, és bíznak abban, hogy ez az időszak hamar véget ér, és majd ők is majd ki tudnak menni a szabadba, de ameddig ez nem lehetséges, addig az önkormányzatunk minden lehető segítséget nyújt számukra, hogy átvészeljék ezt a vírusos időszakot. A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében igazi közösségként fogtak össze szeretett városunk lakói. A leghatékonyabb megelőzési mód az otthonmaradás, mely a Dunaújváros önkormányzata továbbra is szorgalmaz. Április 6-án elindult a lelki segélyvonal Dunaújvárosban. A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet sok emberben okozhat szorongást, félelmet, bizonytalanságot. Aggódtak az egészségük, munkájuk, a jövőjük miatt. Az önkormányzat hivatalos honlapján olvasható, hogy az Egészségmegőrzési Központ mentálhigiénés munkatársai várják azoknak a dunaújvárosiaknak a hívását, akiknek lelki támaszra vagy értő meghallgatásra van szükségük. A hívásokat a 0620 57 60 377-es alapdíjas telefonszámon várják, minden hétköznap 8 és 22 óra között. A dunaújváros.hu hírei között elérhető a magyarországi segélytelefonszámok teljes listája. A koronavírus járvány jócskán megnehezíti a kulturális intézmények munkáját is. A Dunaújvárosi József Attila könyvtár munkatársai a weboldalukon keresztül próbálják elérni az olvasókat a kialakult helyzetben. Tóth Éva, a József Attila könyvtár vezetője tájékoztatta a szerkesztőségünket arról, hogy honlapjukon a www.jakd.hu-n folyamatosan várják a látogatókat, online szolgáltatásaik folyamatosan frissülnek, bővülnek. A főoldalon friss könyvtári, városi híreket, könyvajánlókat, évfordulós összeállításokat találhatnak, a könyvtár állományáról tájékoztató online katalógus építése pedig folyamatos. A műelemzések adatbázisba irodalmi művekről szóló tanulmányokat, kritikákat dolgoznak fel, az Intercizától Dunaújvárosig menüpont alatt, a helyismereti adatbázisban pedig a Dunaújvárosra vonatkozó irodalmat gyűjtik össze. A felnőtteknek az előbbiekben említett adatbázisok építése során fellelt érdekesebb, izgalmasabb témákról információkat adnak, beszámolót készítenek a munkatársak. Válogatásokat irodalmi, filmművészeti lapok cikkeiből, valamint Dunaújváros építésének 70. évfordulójához kapcsolódva kiemelt figyelmet fordítanak a helyi információk megosztására.
Jelentős teret kapnak felületeiken a dunai városi évfordulók, események, személyek, képek, tévéműsorok és újságcikkek is. Emellett pedig helyismereti kvízt, könyvtári találós kérdéseket is szerkesztenek. A könyvtár munkatársai a fiatalokat sem felejtik el. A gyermekeknek külön gyermekkönyvtári portált üzemeltetnek. Ez a www.gyerek.jakd.hu címen érhető el. A könyvtár honlapjára, Facebook oldalára és YouTube csatornájára a vírusveszély ideje alatt gyermekeknek szóló tartalmakat, rövid szövegeket, feladatokkal, meséket, verseket, link, cikk és könyvajánlókat töltenek fel. A szülőknek ötleteket adnak a dolgozók a meseolvasás és hallgatás, otthoni játék és kreatív tevékenység végzéséhez. Tóth Éva intézményvezető hozzátette, az új elképzelések között szerepel, hogy marketingtervet dolgoznak ki a fiatalok könyvtári jelenlétének erősítésére, az iskolai közösségi szolgálat bővítésére, népszerűsítésére. Bemutatkozott a Mezőfalvi Sparring Ökölvívó Sportegyesület. Az edzésekről, illetve az egyesület működéséről Kovács Rihárd vezetőedző adott bővebb tájékoztatást. A Mezőfalvi Sparring Ökölvívó Egyesületet egy edzésen mutatta be Kovács Rihárd vezetőedző. Korábban Rihárd is versenyzett, viszont egy sérülés miatt ma már csak edzőként tevékenykedik. Egyesületünk maga a Sparring Ökölvívó Sportegyesület az 2018. január 1-jel alakult meg. Ugye február 1-jével kezdődtek meg az edzések, ami nagyon nagy érdeklődési kört mutatott itt a fiatalság, ugye Mezőfalva a Nagyvinyim térségében. Ugye márciusban csináltunk egy ilyen bemutatkozó rendezvényt a Feja Promotion-ne így összeolvadva, ami ugye jelenleg is tart, ugye a közös munkák, a versenyeztetések, és azóta is csináljuk. Ugye akik most jelenleg ugye edzenek, azok a versenyzőink, akik folyamatosan mindennapos edzésen, tehát hétfőtől péntekig minden nap másfél óra hosszában az istrángot szaggatják, ebben a 30-40 fokban is. Kovács Rihárd hozzátette, ökölvívói minden esetben helytállnak és a maximumot nyújtják, az ellenfél erejétől függetlenül. Maga az ökölvívás ugye Magyarországon, tehát az amatőr, az egy, tehát rettentően jó versenyzőink vannak, tehát nagyon jó, sok jó egyesület van, nagyon sok jó szakember van, és én azt veszem észre, hogy jó, mi nem tudunk még felmutatni, ugye annyira kicsi az időintervallum, hogy nem tudunk felmutatni nyilván magyar bajnokokat, nem tudunk Európa bajnokokat, meg nem tudunk olyan kiemelkedő versenyzőket felmutatni, akik azt mondják, hogy az országunknak egy ilyen, hogy is mondjam, egy példaképei. De azt elmerem árulni, hogy akárhova elmentünk versenyre, tehát bármi volt, bárkivel készültünk, vagy bármi olyan nívósabb esemény volt, ahogy azt mondtuk, hogy hoppá, ez egy nagyon erős klub, akivel szembenézünk farkaszemet, hoppá, ez egy nagyon-nagyon, hát föl kell kötnünk a gatyát, mindenki megállt a helyét. Tehát akár egy utánpótlás korosztályról beszélünk, akár egy felnőtt korosztályról beszélünk, tehát mindenhol megálltuk a helyünket. És azt veszem észre, hogy elfogadtak tulajdonképpen, tehát hogyha elmegyünk versenyre, megismernek bennünket, engem is ugye a versenyzőimet is, de igazából ennek maga az, hogy Sparring Ökölvívó Sportegyesület, azt ugye nem most az én személyem szabják, ugye, hanem a versenyzőm, aki az én logomat viseli, és ugye engem képvisel abba, hogy ő bemegy a szorítóba és csinálja a dolgát. Mezőfalva önkormányzata támogatásával tavaly szeptembertől megkönnyebbült életük, hiszen új helyen tudnak zajlani az edzéseik, ezáltal már semmi nem állt a fejlődés útjában. A koronavírus miatt számos egyesület edzései elmaradnak, ám amint lehetséges, ismét belevetik magukat a tréningbe. Híradónk végére értünk, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Műsorainkat újra megtekintetik a dstv.hu weboldalon. További kellemes időtöltést kívánok, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!